Na, hello, hello mindenkinek, sziasztok, sziasztok, Na, kedves hello, hello emberek. mindenkinek, sziasztok, sziasztok, kedves emberek. Én Fórum 12 vagyok, és íme a Mafia 2 Joe kalandjainak a végigjátszásának az első része. Nem sokára kezdünk, csak hát pluszba még be akarom állítani itt a dolgokat. Remélem van hang, kicsit lejjebb veszük a hangerőt. Empire Bay. Főleg a zenét. Főleg a zenét, mert meg a zeneit is. Az ennyi. A rádiót azt offoljuk. A rádiót azt offoljuk, mert az nem kell nekünk. Nézzük is akkor a videót. Oké. Remélem alacódik minden. És akkor mindjárt kezdjük a Joe kalandjaival. Ráadattam a magyarítást. Na, lépjünk csak kifele. Jó. Nézzük, hogy mennyire van hang. Rendben, tökéletes. Oké. Na. Közben én megnyitom az alkalmazást. Úgyhogy... jó, itt meg közben írnak a csoportba. Jó van. Oké. Egyszerű bejelentkezést az eszköz... Na jó, nem érdekel engem. Oké, bejelentkezek. Ez olyan szó. Bejelentkezés. Tehát addig, amíg beszélek valamiről. Tehát miről szól tulajdonképpen a Joe kalandjai? A Joe kalandjai tulajdonképpen arról szól, hogy azt a történetet dolgozza föl, amikor Vito barátunk a shitten volt, azaz a hatodik fejezetben volt az, amikor bekerült a börtönben, és abba kellett tulajdonképpen mondatni, hogy segítsen Joe, és ebben az időszakban Joe mit csinált? Nos, ebben a DLC-ben majd ki fog derülni. Egy pillanatot kérek, és tényleg kezdünk. Oké. Mikor volt utoljára egyébként, mi az már? Mikor volt utoljára Mafia 2-ből videó? Hát én, hogyha jól emlékszem, az áprilisban volt. És nem tudok rámenni a live-omra. Nézzük csak saját csatorna, igen. Igen, és akkor itt van egy Mafia 2. Jó. Remek. Oké. Na. Kezdjük is akkor. Első. És akkor szokásosan ilyen közepes nehézséggel fogunk játszani. Egyébként újra raktam a Mafia 2-t, és azért nem maradtak meg a mentéseim. A tanú. Kisitárja. Hoppá, hoppá. Aja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 j
Ne, nincsen rajta magyarítás, gyerekek. Ajajajaj, ez nem jó. Ez nem lesz jó. Ez nem lesz ez jó, mert nincs rajta a dzsókalandjainak a magyarítása. Na várjatok, valamit megpróbálok. Addig ezt fogja mutatni. Egy pillanatot kérek már csak. Megkeresem is addig. Egy pillanatot kérek, és addig jön egy kis zene.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Gyerekek, visszatértem, ennyi volt, visszalépek a játékba, remélem egyből fel fogja mutatni. Most már működni fog minden. Úgyhogy nézzük meg így. Remélem bejött a kép. Jól van, bejött, oké. Okay. Jó, nézzük csak. Oké. Okay. Joe kalandjai, új játék, mert én ugye nem kapcsoltam, nem tettem rá a magyarítást. Na, akkor most kezdjük el a most kezdjük el a Joe kalandjait. A tanú. Kis Itália, 1945. február 26-a. Nem is laggol. Na, ez az SSD-nek az előnye is. What the hell? What the hell? Igen, ott megy Vito. No, no, fuck! Everything all right, baby? This is Freddy's. It's Joe. Henry there. Hey, Joe. Nah, Henry ain't here. Shit. But Luca's looking for you. Hold on a sec. I'm home. Listen, Vito just got pinched. That's why I... Already? Shit. All right, shut your mouth and listen. You remember that thing that Vito did with the gas tanks, right? We just heard that somebody decided to squeal. Who was it? Some guy who works at the gas station in your neighborhood. I'll kill the fuck. No, you won't. You're just gonna send him a message. Igen, itt még élt a Luca. He ends up in a wheelchair, fine. But don't kill the guy. That's he we don't need. Got it? Yeah, I got it. Hát hova lett a nadrágod, Joe? Na, hova tetted? Na, itt is van Joe barátunk, aki egy kicsikét olyan testes. Na, akkor öltözzünk föl, gyerekek. Úgy emlékszem, akkor a kapszulókkal. Igen, a kapszulókkal tudunk sétálni. Csukjuk be. Na, Magdi anyus. Itt takarító néni. Álmaidban, haver. Legfeljebb a rém álmaidban. Na, visszaszólt a Joe. Mi a fasz van mostanában? Hát, jó kérdés, Joe. Jó kérdés. Hát nem ezzel megyünk. Ezzel megyünk, mert ugyebár az alapjátékban is ezzel mentünk. Na, hova megyünk? Benzinkúthoz megyünk. Jó, akkor megyünk oda. Oké, okay, fölnök, megyünk oda. Jó rég játszottam ezzel a játékkal. Hát figyelj, Noel, hát én is. Jó, most jó kis dugót alakítottam ki! Ezt ott volt a rendőrbe! Jaj, gyerekek! Most mitől laggol be a játék? Ajjajjaj! Na várjatok, hát nem értem, miért laggol? Lejjebb kellene venni, bizony. Na várjatok. Jó. Függőleges szinten nem kell nekünk. Akkor részletességet is lejjebb veszem, mert akkor úgy még jobban fog menni a játék. Igen, ez egy nagyon jó klasszikus játék. 2000... Mikor jelent meg? Bazzus, ki elfelejtettem. 2002-ben jelent meg a Mafia 1.
Mafia 1 az 2000... A Mafia 1 az 2001-ben jelent meg. Vagy 2002-ben. Nem laggol? Hát... Úgy, ahogy laggol egy kicsikét. Hát így nem lesz majd élvezetes a játék, vagy lehet, hogy lejjebb kell vennem a felbontást. Szerintetek mennyire laggol? Mert akkor lejjebb veszem a felbontást. Akkor most lejjebb veszem gyorsba. Felveszünk, levesszük egy 1200x80-as felbontásra. Nagyon picit laggol. Nem baj, lejjebb vettük a felbontást. Nem baj, lejjebb vettük. Legalább nem fog annyira laggolni. Hoppá, már elnéztem az utat. Jó van. Jó, nagyon pici. Oké. Okay. Ha így is laggolni fog, akkor nem tehetek róla. Pedig így játékban nem laggol nagyon. Jó, nem laggol. Oké, okay, csak egy picit. Ja, itt van a kis pöcs. Na ide figyeljét a gyerek. Mi az, hogy beköpöd a barátomat? He? Bel is rúg. Hol vagy? Koronatanú. Na, nem elég, hogy koronavírus van, hanem még izé is. Jó, öljük meg. Nem elég, hogy koronavírus van, hanem még ez is izé. Jó, koronatanút is el kell kapni. Azt hiszem nem kell olyan sokáig. Hoppá, jöjj! Még ki is szálltam. Próbáljuk meg újra. Hát nem most jöttünk le a falvédőről, nem most. Hát kinyifatjunk itt az állat. És igen, jól látjátok, időre mennek a küldetéseink. És... Igen, küldetéseink időre mennek, nem akarom ismételni magam, tehát időre mennek, és ezért izgalmas a Joe kalandjai DLC. Mert inkább, mint hogy ne időre menjenek a küldetések, értitek? Egy pillanatot kérek, mindjárt visszatérek. Na itt is vagyok gyerekek, csak beállítottam ezt a feliratkozó számlálót, hogy azért lássátok. Úgyhogy folytassuk. Na, vissza tehát februárban, amikor még izé volt. Hó. Amerikában, ne? Noel, mikor adták ki a Mafia 2-t? Mert már elfelejtettem. 2003-ba? 4-be? 5-be? 6-ba? 7-be? 8-ba? Na jó, azért nem. Na jó, azért annyira később nem adhatták ki. Na, 2010. Ah, ez az, köszi. Hát 10 éves játékról már beszélünk, gyerekek. 10 éves! Igen, a Mafia 2-t 2010-ben, utána 2016-ban meg a Mafia 3-at, ami nekem megvan eredetében Xbox-ra.
Igen, a Mafia 1 meg 2002-es. Tehát velem egy idős a Mafia 1. Igen, 2002-es. Érdekes mondom, 2002-ben miféle történtek még? VB-től kezdve Mafia 1 kiadás. Hát úgy tűnik, hogy amikor én születtem, akkor minden történt. Na basszus! Hát a főnök, sietek, úgyhogy hagyjál engem békén, jó? Hagyjál engem békén. Neked nem jött be a Mafia 3? Hát nekem meg bejött, igaz mondom, én is fikáztam kezdetben, de nekem aztán meg adtam neki egy próbát. Hey Stan, where we go? Shit! Hoppá. Bazd meg, a kontrollt nyomtam meg. Szóval én adtam neki egy próbát, és akkor nekem is megtetszett a Mafia 3. Igaz, hogy sokan kritizálják, de nekem tetszik. Tehát nem vagyunk mi egyformák, az a jó. Így hát nem nyitok ezért vitát, hogy jobb, meg ilyesmi, aztán meg elkezdenek itten kritizálni engem, hogy miért tetszik, meg ilyesmi. Majd abból is lesz majd végigjátszás a Mafia 3-ból. Csak lehet, hogy az ott már... Öjj! Elcsúsztunk a tyúkszaron. Már nem is a tyúkszaron, hanem a nőzében. Elcsúsztunk a jegem. Na. Hát itt vidéken már csak a tyúkszar az, amiben elcsúszott az ember. Bár nem tudom. Elnézést, nem vagyok koronás, csak hát még a tegnapi futás eredménye. De milyen ironikus, hogy Joe is fut. De ő egy kicsit hájas. De én sem mondhatnám magamat, hogy hájas vagyok, csak egy egyszerűen így izé. Na, de balfasz Jankó, hogy így neki ment az autónak. Hát mit művesz te? Ne dudálja. Azt elkezd dudálni. Mindjárt kiveszlek. Na, hogy nem tudok beszélni. Ott van egy sajtos tejfölös. Ott van még egy sajtos tejfölös. Biztonságos helyen őrzik valahol. Nem gondoltad mi? Hát... De hogy nem fontos, hogy tudnom kell, hogy Vito mikor jön ki a bőriből. Vagy hát, hogy megakadályozzam, hogy ne menjen le. Ne kerüljön lap... Hogy mondjam ezt? Már ebből nem tudom magamat kihúzni, hogy ne ejtse le a szappannal. Ezt akartam ebből kihozni. Ügyes vagyok, ki is döntöttem a villanyoszlopot. Na, akkor írjunk fel egy telefonta nyilvános fülkét. Luca Gurino. Akkor még a telefonfülke volt a divat az 40-es, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, amíg a telefon nem jött be a rendes ilyen izé, tudjátok, ez a gombos telefon. Vagy ez a füles telefon, vagy Ars Mobil. Ez az antennás. Vagy ez a rádiós. Kezdődő volt az a rádiós, nem? Na jó. Csak Mazzeo miatt aggódj. Na persze, miért ne aggódjak Vito miatt, he? Miért ne aggódjak, gyerekek? Ne basszál már fölve engem. Mi az, hogy ne aggódjak Vito miatt? Hát, bazd meg. Luca Gorino miatt fog a sítre kerülni, gyerekek. Hát ez egyszerűen hihetetlen. Mennyi évet kapott Vito? 10 év? Nem 10, 6-ot? Bász meg! Na, de viszem el! Úgy tűnik, hogy hozzá vagyok szokva a GTA-hoz. Takarodjatok élni, nem menekülök.
10 évet kapott a Vito, vagy mennyit? Mert majd azon útközben kiderül a bejátszásokban. Mert én hogy a fedébe felejtettem el ennyi idő alatt, hát azért a karantén azért megtette a hatását. Hát... Baszki, ennyire elfelejteni, hogy azért hány évet kapott. Hát áprilisban csináltam, április 23-án vagy 22-én a Mafia utolsó kettő részét, még áprilisban, akkor meg nagyba tombolt. Jó, hogy itt még szabályosan is le kell vezetni. Hát igen, Noel, ennyire elfelejtettem a Mafia 2-t. Hát annyira izé, ez a néhány hónap a karantén idején már el is felejtettem. Még azt is elfelejtettem, hogy ellen kell izélni a sebességkorlátozást, hogy betartani. Igen, nehogy, hogy a nyomozók kiszúrjanak. Hát de valamelyik mennyire menjek már hátra? Jó, hogy már elindultak, vagy mi van? Nem fogom már elveszíteni őket. A C betűvel tudok kamerát váltani. Vagy nem ezzel? Nem, az egérgőgővel. Hogy tökletettem szegény kocsit. Szabályosan kell betartani, kár, hogy nem lehet indexelni, mint a izébe, MTA-ba. De kár, hogy nem, legalább nem kell indexelni. Én elütném őket a faszba. Hát Noel fiam, jó lenne, de akkor még mission failed lennem. Aztán meg, hát elő vagy utóbb úgyis meg kell ölni a koronatanút, nem igaz? Hát akkor meg azok meg nem tudnak szabályosan közlekedni se. Én nem tudom, hogy ölném meg őket. Hát, hogyha egy tanú van, akkor nyilván izé megfojtanám valamelyik vízbe. Ti hogy ölnétek meg a koronatanút? Itt most a 40-es évek, itt a második világháború végén. Hát jóval a második, hát még tart itt a második világháború, ha úgy nézzük, február van, és vagyunk csak szeptemberben, vagy szeptemberben lett vége, igen, mert a Hiroshima meg a Nagasaki bombát is ledobták, akkor igen, még tartott a világháború. Na nézzük csak, koronatanú. Ajajajaj, de nem figyelek. Ott volt a Covid, fejlesztem. Gondolod? Hát figyelj, nem elég, hogy koronavírus van. Lehet, hogy előre tudták a fejlesztők. Megkérdezzük a cseheket, hm? Mit szóltok hozzá, hogy már előre tudták, hogy lesz koronavírus? Koronatanú, hát figyelj, hogyha előbb volt a koronatanú, mint a vírus. Hát szerintem ezek nagyot fognak röhögni, hogyha azt kérdeznék meg tőle, hogy a Covidot megjósolták volna-e. Mert néztem olyan videót is, hogy a Simpson család megjósolta volna a koronát, de nem jósolta meg, mert az egy tévhit. Az egy mocskos tévhit, mert az egy másik vírus volt abban az epizódban. A Covidon kívül amúgy mást is megjósoltak, például Donald Trumpnak, amikor elnök, megnyerte az elnök választást, a 9-11-et, azaz a szeptember 11-i terrortámadást, kettő epizódban is, például amikor, ja nem ám, csak egybe, az már a Johnny Bravo. Szóval a Simpson családban csak egyetlen egy dolog az, ami megjósolta, hogy Lisa, amit felmutott újságot, tudjátok, és oda van írva, hogy 9 dollár, és ott a mellette lévőben, mellette vannak az ikertornyok. Hát ez nem lehet véletlen, hogy megjósolták volna, pedig ez egy 1990 valahányos epizód. Jó, túl közel vagyok. Én nem tudom, hogy megjósolták volna, ha bár mondjuk nem lehet hülyesség egyébként, hogy... Az meg túl közel vagyok, túl közel? Nem? Mi van? Felismertek téged. A rohadt életbe! Mivel most Joe Biden lett megválasztva elnöknek, volt egy egész... Volt egy egész, hogy Trumpot leváltják, de ugye megválasztják Bident, és a megválasztása után 1. januárban polgárvilágháború fog kitörni. Elgondolkodtató. Hát... Figyelj! Demokratikus, ugye? Joe Biden. Donald meg nem tudom, republikánus? Nem vagyok annyira tisztában ezekkel a
amerikai elnököknek a hát pártjába. Mindjárt utána nézek, hogy Joe Biden demokratikus vagy republikánus. Én azt mondom, hogy ideje volt már Donaldot leváltani, hiszen volt az a itt ebben az évben egy olyan tüntetés, ami rohadtul Trump ellenes volt. Ez demokrata, akkor jól gondoltam, szóval republikánus volt Trump. Szóval tehát a tehát az afroamerikai, tehát a rasszizmus elleni tüntetés volt Amerikában, azok az avargások, és a George Floydos haláleset, ami még most is elgondolkodható az amerikaiak szempontjából, hogy ennyire rasszista legyen egy rendőr, hogy megöljön egy civil embert, ahelyett, hogy inkább a tüntetőket öltem, esetleg hogy azokat kellett volna, de amúgy meg itt Magyarországon sem volt annyira rózsás a helyzet, hogyha emlék, voltak a 2006-os tüntetések, ami Magyarországnak talán, nem talán, hanem Magyarország legnagyobb tüntetés hulláma volt, ugyebár szeptemberben indult el, és október 23-án is volt egy durva tüntetés Budapesten, itt Békéscsabán, csak ilyen, hogy mondjam, békés tüntetés volt, nem volt annyira nagy zavargás, mint Pesten volt, mert ott autókat gyújtottak föl, meg a székház, az M1-nek a székházát is megostromolták, de inkább az, szóval erre akarok kiukadni, hogy a rom rendőrök, akik ünnepelni, tehát rendes civil emberek, akik ünnepelni akarták az október 23-át, azokat nem engedték be a főtérre, mert azt hitték, hogy ők is tüntetők, de pedig ők meg akartak volna emlékezni, és mivel lett volna emlékezetes 2006. október 23-a, nem a tisztelgésről, hanem a magáról a tüntetésről. A tüntetésről szólt az egész Magyarországon. Hát eléggé eldurultak akkor a helyzetek. Én néztem a felvételeket, hogy atyavilág, ez történt 2006-ban, mármint tüntetés szempontjából, ennyire eldurultak a helyzetek. Hát igen, ennyire eldurultak a helyzetek Magyarországon. Na, mennyire menjek már messzebbre tőlük. Szóval nem tudom, hogy mi lesz majd Joe Biden, hát szerintem egy jó amerikai elnök lesz, mint Donald. Én nem akarok a politikával foglalkozni, soha nem akarok ezzel a műfajjal foglalkozni, mert semmi értelme politikával foglalkozni, semmi értelme, mert én sem értek hozzá, senki nem ért hozzá. Mondjuk valaki ért hozzá, de semmi értelme nincs. Igaz, hogy az ember meg tudja nézni, hogy mik vannak ott a nagyvilágban, meg minden, oké, kíváncsi rá a politikába, de belemenni nem kellene. Mert az még jobban, szóval valahogy be kell jutni. Szóval visszatér, még befejezem ezt a gondolatmenetet. Na, itt vannak lábnyomok. Szóval, hogy igen, Biden azt sem tudja, hogy hol van, úgy mutatkozott, hogy ő Joe Biden feleség. Hát, biztos. Hát így meglátjuk mi lesz. Hát igen, de nem kell foglalkozni politikával, mert igazából az iskolákban sem kellene annyira foglalkozni politikával, mert igazából semmi értelme. Miért sincs értelme azért? Jó, azért tudni kell, hogy mi volt 2006-ban meg ilyen-olyan a tüntetések szempontjából, de alapjáraton a mai politikával rohadtul nem kell foglalkozni. Én szerintem nem kell foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy semmi értelme, mert aztán a gyerek másról se fog majd beszélni, hanem a politikáról, ami mai nap, a mai életben van. Meg hát most is a koronavírus, ami terjed Magyarországon, meg egész Európában, meg így az egész világban. Úgyhogy én ezt ettől kezdve én befejeztem ezt a mai ezt a témát, le is zárom, most nem akarom ezzel, úgyhogy ezzel foglalkozni, úgyhogy most foglalkozzunk a játékkal, meg is érkeztünk, és kiszáradt a szám. És akkor meg kell ülnünk a koronatanút, és valahogy be kell jutnunk itt. Csendes! Az ellenfeleidet puszta kézre is meg tudod ölni. Nem mondod, tényleg?
Szóval, ja. Baszd meg. Nem szabad izét használni, pisztolyt, mert akkor még jobb, azt meg halljak a tanú is. Katunu. Katunu. Na, úgy szó, katunu. Egy katúzó. De az meg, ez egy játékos neve. Hát csendes kivégzéssel fogunk foglalkozni emberek az első óra. Hogyan végezzünk ki embereket csendesen? Hogyan francba kell itten tovább jutni? Itt erre. Meg erre. Meg erre. Amúgy meg kicsit se feltűnő amúgy az árnyék, hogy itt vagyok bent. Hogy erre kell jönni? Ah, ne! Bazd meg! Meg arra kellett volna lejönni. Meg remélem nem erre jössz, ugye? Van, bazd meg, elbasztam. Még ne észre fognak venni. Na. Nem fognak most már észre venni, mert már itt megyek a padláson. Egyáltalán ez padlás. Várj, csak jó fele jövök egyébként. Ó, az meg itt kellett volna lejönni. Aj, de hülye vagyok én, komolyan mondom. Na most már figyelj. Ne, egy színe. Jó. Valahogy ki kell innen jutni. Valahogy arra kellene. Jaj, gyerekek. Ó, bad. Nem hiszem el! Most lehet. Jó. Jó, szépen lassan eljövünk erre. Jó, és akkor most szépen lassan erre eljövünk, futva. Guggolunk. Jó. Ott van a tanú. Innen simán le lehetne lőni. Koronata. Hűha. Jó. Ja, de nem, ez nem a tanú. Ez nem a koronatanúnak, hanem az emberei. Jó, gyorsba. Hát. Dolcsimat. De jót beszélgetnek ezekkel egyébként. Oké. Okay. Szépen kivégezzük ezt ezen. Jó, az meg elmenekül. A rohadt élet. Rúg be. Ó, bazd meg. Na, ilyet se láttam még ezt. Hello! Megjöttem. Na, ezt nem láttam, ezt a bejátszást eddig. Az ott a korona tanú? Nem. A rohadték. Elmenekült. Most már nem fog elmenekülni, hogy megesszük. Nem, megesszük. Megöljük a koronát. Ha hagyom elmenekülni, akkor már nem... Hűha! Hát akkor meg elrontó... Akkor meg elbasszok, hogyha izé nem öljük meg a koronatanút. Uáááá! Puff!
Na most figyelni kell, mert hogyha jól emlékeztek, Iminél, hogyha láttátok a Mafia 2-nél a Joker anyjainak az első részét, valahol így esett be a izébe, valamelyik fagyos vízbe. Hát jó nagy rage volt akkor. Rack. Jaj. Na arra mennyi, arra mennyi. Lögdösödjük már be, bad meg a bar rohadt jeges vízbe. Kicsit köd van, majd mint a gőzfürdő, bazd meg. Arra mennyi, erre mennyi, erre. Na, van egy B-tervem. Ennyi. Megvan oldva. Fejbe lövés, bumma fejbe. És meghalsz, haver. Ennyi. Megvan ölve a koronatonú. Hol szól a zene? Szól a zene valahol, de pedig én levettem a hangerőt az rádiónak a hangereit, vagy lehet, hogy nem. Jól levettem, de nem tudom miért hallok zenét. Kapta halt. Hát jó. Bum a fejbe. Megkapta, aztán belepusztult. Maradjunk ennyiben. Nem is laggol amúgy. De jó, ez az SSD-nek egyébként az előnye, hogyha már mondtam volna. Ezért. De egyébként annyira jó, hogy megvettem az SSD-t és beszereltettem, mert én legalább nem kell szarakodni, hogy bekapcsolom a gépozt, hogy órákig kell várni, vagy perceket. Ezt nem hiszem el. 60-nal megyek gyerekek, és annyival lehet menni? Nem, most már 40-nel. A rohadt élet! Ennyi pénzünk van egyébként, 500 dolcsi. Remek. Itt legalább ez volt az első olyan maffia, amiben legalább lehetett izélni, tankolni autót. Nem tudom, hogy a... Ja, de lehet a Mafia 3-ban is. Akkor. Egyébként, mit szólnátok majd egy keresztapa végigjátszásához? Hm? Csak úgy eszembe jutott a már Mafia téma. Csak úgy kérdezem, mert hogyha... Hát ha már a Mafiát végigvisszük, akkor már a keresztapát is végigvigyük. Oké, akkor majd a keresztapó. It's done. Jó, itt van. 10 év. Hát, akkor jól gondoltam. Shit! De jó, meg akar minket ölni, de jó. Vagy várjatok, valamit kipróbálok. Jó, visszajövök. Bocsánat, hogy így megszakítottam. Pillanatban visszhangos a hang, nem?
5 évvel később. Tehát 1950-ben vagyunk. Hát igen. Albajusz, álruha, minden. Hey, az álruha az fontos. Don't worry, I got more than enough work for both of us. Bocsánat, elnézést. Itt vagyok. Megzavartak. Szóval egy keresztapa az jó lenne, mert én egyébként soha nem játszottam a keresztapával, úgyhogy én nem fogok videót nézni róla. Maximum a filmet fogom megnézni, mind a három részét. Na. Ez nem tudom mi akar lenni ez a rövid szöveg. Figyeld a térképen az elérhető küldetéseket. Minden betűnél más-más küldeti a küldetést adó. Teljesítsd ezeket a küldetéseket, és haladni fogsz a sztorival. Folytat-e. Na itt is vagyunk. Jaj, mi mindig azért a pakkodban vagyunk, nem? Jaj, mit csinálok? Küldetés megnézése. Oktató rész. Üdd újra civilizációban, haver. Amíg te vidáman elvoltál délen, én vigyáztam a lakásodra, meg a többi cuccodra. Hagytam egy autót neked az állomás előtt, kocsikázz egyet és nézz körben, mi minden változott. Kerüld a feltűnést, 5 év nem elég hosszú idő ahhoz, hogy mindenki elfelejtse azt, amit műveltél. Amikor meguntod a városnézést, gyere vissza dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek itt, akik esetleg tudnak valamilyen érdekes munkát ajánlani neked. Szállj be az autóba és kocsikázz, gyerünk! Ja, azért visszhangzik, mert ezért feljebb hangosítottam hangot. A bónuszidő a képernyő jobb felső sarkán látható. Minél gyorsabban fejezed be a küldetést, annál több bónuszpontot kapsz. Ha kifut az időből, a küldetésnek a küldetése sikertelen. Jó, köszönjük szépen! Ó, jaj, írek ma megint. Digi-dagi. Digi-dagi, digi-digi daganat. Igen, igen, tengeti a halakat. Digi-dagi, nem hallak téged üresen. Hoppá, ajajajajaj, én megint nekelek itt. Gyere ide, üss is, nem fog fájni. Hopp, az meg nem kellene már itt elénekelnem. Nézd már, ki fog ütni a gyerek. A Jóska gyerek. Na, gyere csak ide, gyere, gyere, ilyen kisütés. A rohadt gyám meg, ott ahol vagy. Úgy kell, ó, miért nem tört be az üveg? Leverted az ellenfeled, erre mindig pontokat kapsz, de ne feled, a civilek és a zsarok megölésé, nem kapsz semmit. Remek, csak az izé miatt. A ellenfél miatt, hogyha megütöm, meg ilyesmi, meg leütöm. Remek. Csí, csí, csíng. Abból már csak keresztapa lehetsz. Keresztfater, ó, keresztapa. Ha több ellenfélt ütsz ki, egymás után bónuszszorzót kapsz. Minél több ellenfélet végzel egymás után, annál magasabb a bónuszszorzó is. Remek, jó tudni. Szerez egy autót. Na, menjünk akkor. Jó, jó kis kabrió. Egyébként az ilyen adidasos, ami itt van a csomagtató, csomagtartóna. Próbáld a lehető legtöbb pontot elérni a küldetésben. Öld meg az ellenséget, robbantsd fel az autót, vagy hagyj, mint az állat. Minél jobban csinálod, annál jobb pontjaid lesznek a ranglistán. A legtöbb minősítés az S, a legrosszabb pedig a D. Jó tudni. Jaj, driftelésért is kapok, ha minden igaz, bónuszpontot. És ugye mind, ha jól tudom, akkor ez ilyen szabadkóborlás, ez majdnem ilyen GTA-s megoldás. Legalább
szabadon lehet választani. Hát igazán szabadon, hanem egyre jobban elgyűlnek a... Egyre a könnyűből jönnek a nehezek, a nehezebbekből meg lesznek a még nehezebbek, a még nehezebbből lesznek a még-még nehezebbek, utána meg a még-még-még nehezebb. Na, várjunk, ezt már összezavarodtam. Tehát a még nehezebbből jön a még-még nehezebb, utána jön a még-még nehezebbből a még-még-még nehezebb. Utána így lehetne sorolni tovább a dolgokat. Nőben? Akkor nem bántjuk. Szállj már vissza, Joe! Légy szíves! Szállj vissza! Szállj vissza azonnal a kocsiba! Joe papa! Lefeled a lakásaidat a városba, bármikor használhatod. Minden lakáshoz tartozik garázs is, ahova beállíthatsz az autód, az autóddal. A garázsban álló autók minden lakásnál elérhető, a térképen térképen láthatod az összes lakásod helye. Remek. Ó, de milyen jó kis kontrasztos beállítás. Végkiárusítás. Joe, szeretnének megkérni szívességre. Van egy közös kis vállalkozásunk Derekkel. Derek. Lopott kocsik meg mi egymás. Elég sok lóvét toltunk már bele, de feltűnt az első versenytársunk. Nem kis hülye punk nyitott egy hasonló boltot valahol a Millville-i raktáraknál. Szerencsétlenek nem tudják, hogy mi nem tűrjük meg a konkurenciát, menj le oda és égesd porig a raktárukat. Vont ki őket az üzletből, és mi nem leszünk hálátlanok. Menj el Millville raktárat és nyitnisd el a konkurenciát. Oké, főnök, meg lesz. Van pisztolyunk, vagy valami? Van pisztoly, oké, tökéletes. Úgy tűnik, hogy vonattal könnyebb elmenni, mint repülővel. A pisztolyt azt nem veszik észre. Lehet, hogy az 50-es években ennyire jó volt, hogy szabadon vihettél pisztolyt, vagy ilyesmi, fegyvert. Akkor még nem szigorítottak szerintem Amerikában. Vagy nem tudom. Olaszosan megyünk. Olyaj, ott van egy kamion. Még egy. Jó, oké. Okay. Jó. Szépen megkanyarodunk. És akkor így száguldás. Porsche szerelem száguldás. Jó kis gyors. Jaj, másik sáv. Ujjj. Puncs! Puncs! Puncs kísérlet! Köszönjük, hogy észrevettetek! Jesus! Arrolt életbe! Ennyien vagytok! Jöjjünk ide a gyújtósok mögé! Oké! Okay. Oké, okay. Ott egy bumma fejbe! Ott nem boom a fejbe, ott inkább a válba. Oké. Okay. Na már köröznek is, ó, de jó. Ott van, oké, okay. Még egy boom a fejbe. Mit csinálsz? Azt hittem itt van töltény. De nem. Tudjátok, hol kell hinni. Hűha, ez nagyon fog robbanni. Ajjaj, futás! Az ennyit. Oké, okay. Meg vagyunk. Hű az ennyit. Ez jó nagy robbanás volt. Mit nem mondjak? Szállj már be, Joe! Hű az ennyit. Gyerünk. Majd váltani kell rugát. Ó, de sok pénz van.
Francia, gyere meg! Roger that! Na, megvesztegetjük a zsarubácsikat. Megvesztegetjük őket. Watch where you're going, hát mit csinálni? Óra kerázni őket, szóval Franz. Nehogy már! Hát nehogy már! Nem akartam ellenállni. 300 dolcsi, az még nem a világ. Ó, jó kis puskicával értitek, satival, meg minden szarral kell itten a rendőröknek keménykedniük. Kicsit hátrább megyünk, még egy kicsit hátrább. Jó, várjál, hát ez így nem fogja elfogadni. Na most fogja elfogadni. Es, tökéletes. Na még egy küldetést nézzünk. Hova kell menni? Van egy hulla a csomagtartóban, vagy a limuzin? Menjünk majd a limuzin. Várjál, most itt megkérdezem. Melyikhez menjünk, a hulla a csomagtartóban, vagy a limuzin? Melyiket választanátok? Hm? Hulla a csomagtartóban, vagy a limuzin? Hulla a csomagtartóban, oké. Akkor az lesz. Menjünk ruhát vásárolni, mert ebben nem akarok már itt tenni, nyomulni. Tipikus 50-es évekbeli kocsik, meg mindenféle. Hello, hello! Na. Don't drago, nem. Ez legyen. Ó, ez tökéletes mindennel, kalappal, meg mindennel. Oké. 66 dolcsi. Jó, akkor menjünk a hulla a csomagtartóban című küldetést. Fogjuk még megcsinálni, ami állítólag az a legrégebb küldetés, most egy hirtelen nem ugrik be, hogy az melyik. Nem az, amikor Martit meg kell ment, nem, az másik. Nem, az egy másik, igen. Csomiban, hát igen, az lesz most, mivel az a legközelebbi. El az útból, hát nem látjátok, hogy sietek. Na, hulla a csomagtartóban. Joe, kibaszott nagy bajban vagyok. Hát azt elhiszem, Joe. Márti. Reggel az a hülye fasz egyszerűen a taxi mellé ugrott. A semmiből tűnt fel, biztos részeg volt, hogy mit tudom én. Meghalt az a fasz, Joe. A zsaruk nem fogják elhinni, hogy baleset volt. Segítened kell. Nem látta senki, ezért bedobtam a holttestet a csomagtartóba. Meg kell szabadulnunk tőle nagyon gyorsan. Gondoskodj Márti taxiában lévő hulláról. Jó. És hol van ez a taxi? Várjál már, hol van az a taxi? Ja, ott van a taxi. Az utca másik sarkában van. Bocsánat, elnézést, sietek. Akkor miért dob le a másik irányba egyébként? Na mindegy. Na nézzük ezt a... Na mindegy, ezt akartam mondani. Na mindegy, nézzük azért ezt a küldetést. Taxi. Ah, itt a taxi. Ó, hogy a rohadt... Bruskinál kell... Nem tudod elveszteni a körözési státuszt. Tehát nem tudom, bizony. Úgyhogy most figyelni kell nagyon, hogy ne vegyenek észre a rendőrök, hogy állandóan a térképet fogom bámulni, de nem jó, mert ott vannak már rögtön. Erre megyünk. De ott van már megint a sarkon, ez direkt kicsesszés? Mindenhonnan jön rendőr? Arra te. Na jó van, hát nem tudom elkerülni a rendőröket el. Back to the station. Majdnem felmit a csík. Fel kell menni az... gyorsforgalmira. All units code green, back to the station. Na jó,
haladjunk, én nem fogom most már foglalkozni a rendőrökkel, rohadtul nem fog foglalkozni. Ott körözzetek, idióták. Időre megy egyrészt a küldetés, másrészt meg nem tudom lerázni ezzel a fostalicska kocsival. Húz anyját, ez meg mi? Felmászott a rendőrautó a másikra, megszexuálja. Pont akkor jön a legtöbb rendőr, amikor nem kellene. Persze, hogy a leggyors forgalmi helyen kell izélni. Jönniük a rendőröknek, he. Menj már gyorsabban, menj már arrább te! Na, köszönöm. A 80-nal, de gyorsabbnak érződik az autó. Húj, jó. Baszki. Itt olyan, mint hogy a lapos lenne a gumi, nem? Takarodj már el innen. Tökre is tettem már az autót. Nem már lényegtelen, mert úgyis ez össze lesz majd. Zúzva. $423,000 kaptam ezért, tehát ez nagyon jó. Faszántos. Bruskitól is lehet vállalni küldetéseket, de én nem fogom 100%-ra kivinni amúgy a Joe kalandjait. És ez egy A, az az ezüst. Na mindegy. Bent a játék, pont egy esős idő. És akkor innen fogjuk majd legközelebb folytatni, emberek. És emberek. És most berakok ide egy képet, hogyha sikerül. Egy pillanatot szeretnék tőletek kérni, mert berakok, esetítet teszek egy képet. Mafia 2 Joe kalandja is képet. Úgyhogy egy véleményt szeretnék tőletek kérni, hogy milyen volt egyébként ez a végigjárt első részes. Jósul ezt letöltjük ezt a képet. Ezt bezárjuk, mert ez nem kell nekünk. Egy képet szeretnék beilleszteni. De várjunk, ez nem az a képes dolog, amit gondoltam. Igen, itt van rendes image, browse, képek, itt van portál, ez egy mini. Ja, várjátok, ez túl nagy ez a kép. Baj, megnagyítjuk. Megközben kikapcsolom itt a feliratkozó számlálót. Kicsit megnagyobb, ez így jó, ez így pont jó. Na gyerekek, akkor ennyi lenne mára. Ez volt a Mafia 2 Joe kalandjainak a végigjátszásának az első része. Remélem elnyerte a tetszéseteket. Ha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ez a YouTube csatornára is fel fog majd kerülni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, hogyha tetszett ez a live, illetve per videó. Ne felejtsétek el lájkolni, illetve kövessetek be Twitch-en. Fórum 12 voltam, további szép napot, vigyázzatok magatokra, sziasztok! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby,
let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light